Hagyományok és értékek őrzése, közösségépítés, tanulás, többek között ezek voltak azok a célok, amelyekkel elindult Sátor a Jóújhelyen a Romano Suno táncegyüttes még 1982-ben. Cigánytánc fesztiválok, számos műsor és külföldi utazások vannak ebben a 4 évtizedben, ahol életre szóló barátságok, szerelmek, házasságok kötődtek. Lakatos Tibor nevét valószínűleg mindenki ismeri, hiszen a városban nem volt olyan roma, aki ne hallotta volna az ő nevét és azt, amit képviselt. Lánya, Lakatos Tünde már kisgyermekkorától részt vesz a próbákon. Igaz, akkor még csak figyelte a táncosokat, majd később ő is örömmel állt be közéjük. Én például 10 éves koromtól táncolok, és én mindig csak így ültem a próbán, néztük bejával a hugommal, hogy táncolnak a nagyok, aztán annyira benne volt a véremben, hogy már mi tanítottuk a nagyobbakat. Aztán ugye nem tudom hány évre rá, apu elkezdte segítséggel, ugye akkoriban itt a műfázban is nagyon sokat segítettek pályázatokat, és akkor elkezdte apu is a fesztiválokat. Először csak ilyen országos fesztivál, aztán már kifejlődött nemzetközi fesztiválra is, és akkor voltak itt ugye akár még Irakból is, Bulgáriából, Szlovákiából, Romániából, nagyon sok helyről jártak ide. Lakatos Tibor 2014-ben hunyt el, és akkor egy kis időre megszűnt az együttes. Majd pár év múlva újra felidézték azokat a táncokat, énekeket, amelyeket már megtanultak. A régi együttes tagjainak gyermekei, unokái a jelenlegi tagok, akik tovább viszik és őrzik a cigány hagyományokat. Már külföldi turnén is jártak az elmúlt években, legutóbb Dániába voltak hivatalosak. Ez a turné igen, arról szól mindig, hogy több városba megyünk el a turné alatt, és általában iskolákba, az általános iskolába, de egyetem főiskolásokhoz is elmegyünk táncolni. Volt, hogy egy nap 3-szor is, és leadjuk a műsort, és akkor utána tanítjuk őket cigány dalokra, illetve cigány táncra is. És nagyon örülnek neki, nagyon tetszik nekik, nagyon. Volt, hogy már tanítottunk magyar dalt is, mert a magyar nóta az a szép, akinek ezt is tudják, például magyarul van nékem, meg anyósom, ez kifejezetten újai cigány nóta, és igen, de még beszélni is tanítjuk őket magyarul. Lakatos Tünde elmondta még, hogy a következő időszakra vannak még további terveik, hiszen minden olyan kapcsolatot meg szeretnének újítani, amelyet az édesapja hagyott rájuk, ezzel is tovább ápolva az ő örökségét.